whistle, and that confirms what we've been knowing for some time, that they are the champions. Alan. Yeah, absolute joy amongst those players. They've worked long and hard, haven't they, over the course of the last 9 months or so, and boy, they deserve it. These are special moments for a very successful team. Congratulations to them. Wonderful scenes of joy here, and no wonder they're milking the moment. Want to make absolutely the most of this. Szevasztok srácok, ezen a héten kettő darab új szingli kupát is kaptunk, ugye egyiken Loan legendát lehet nyerni, hát egy pakkot, a másikon pedig azt hiszem egy Gold Gift pakkot, úgyhogy most végül is szerintem mind a kettőt megnyerjük, most hát lejátsszuk mind a kettőt, ez a Loan legendás, szerintem ez az utolsó Loan legenda, amit lehet nyerni a FIFA 17-be, ez már nem is 30 napig tart, hanem már csak egy hétig tart ez a kupa. Ugye az eddigi Loan legendás kupák azok mindig egy hónapig tartottak. Majd később megmutatom a csapatot, meg hogy milyen feltételekkel lehet indulni a kupán. Egyébként olasz ellenfeleket dobál be a játék. Azt a Milánt, a Cesenát, meg a nem is tudom már kit kellett megverni. Az első meccsen az most Pescara, talán ez volt az előző meccs, de lehet, hogy ez volt az első meccs, már emlékszem rá. Nem túl nehéz, de itt a döntőben jól beszoktuk dolgokat. Battle of the Legends, Champions. Akkor itt ez 1500 coin, meg ez a Gold Loan Legend pak, ugyanben egy kölcsönözhető legenda játékos kártyája lesz. A Napolit kaptuk a döntőbe. És akkor ilyen kurva nehezen tudtok megvárni valamilyen 3-1-re. Csak hosszabbításba. Ugye ez a piros lappal kezdődött minden, Torres nem próbál kiugrani, felrúgják, és akkor innentől kezdve egy hendizett egész végig a játék magának, de nagyon durván, kiállítás miatt, gondolom én. Itt egy fantasztikus gólpaszt adunk Hamsiknak, igazából fel akarok szabadítani. Erre odafejeli be a 5-ös közepére, vagy az 5-ös szélére, és akkor Hamsik simán befejelte onnan. Láttunk egy gólpaszt. Ilyen tipikus FIFA. És akkor utána nagyon sok helyzetünk volt, de itt nincsen benne az összefoglalóban, végül 64. percben Herrera egyenlít ki. De semmi nem ment be, tehát mindenbe belevetődtek, leblokkolták, kivédte, felélődte. Suárez meg Torres is minden zicsert kihagyott, szembe egy-egy ment a kapusra. Mellélődték, fölélődték, belelődték, tiszta vicc volt az egész. És akkor végül a 103. perc már a hosszabbításba jártunk. Reina, Pepe Reina mozdulása tudott erre a Suárez lövésre. Szóval egész sokáig tudtuk átvenni a vezetést, tiszta vicc volt. Aztán a gép nagyon ránk jött, egyébként végig all-out-atokon játszottunk. És akkor itt már a hosszabbítás hosszabbításában vagyunk. Aspi van elől, ugye, mert all-out-atokon játszottunk, és akkor lövünk egy gólt itt a végén. Megnézem még ezt a két Casillas védést. Ja, itt egyszer, ezt én basztam el, itt eladtam a labdát kirúgásnál.
Aztán Casillas megmentett. Ez meg szerintem ez a szögletes védés lesz, ahol a... Szögletnél egy kurva előtt kellett védenie. Ja. Ez is meleg pite volt. Hát ez nem tudom miért, jól nehéz volt beúzni ezt a meccset, így még a gépen is pedig profi fokozaton van csak, tehát... Igazából ez nem is lenne vészes. Ennyire. Egyébként erről a kupáról van szó. Erről a Battle of the Legends. Ugye még majdnem 5 napig él. Másodszorra már csak 2000 coinst ad. És akkor 90-es csapatösszhang mellett egy ligából maximum 6-an lehetnek a kezdő 11-be. Ennyi a kritérium. Ja, és ugye a csapat, még gyorsan megmutatom. Ezzel a spanyol csapattal ugrottunk neki ennek a kupának. Ugye van itt mindenféle bajnokságban játékos, úgyhogy ezért jó ez a spanyol csapat erre a bajnokságra, mert ugye itt ehhez a kupához egy ligából maximum 6 játékos lehet, és akkor itt most van portugál, angol, spanyol, azt hiszem ez a 3 liga van a kezdőben. Ja. És akkor nézzük meg, hogy mi van ebben a Loan Legenda pakban. Úgy 3 rare tudsz lesz, és akkor ebből egy legenda lesz. Kapusnak örülnék, vagy védőnek, ezt már minden ilyen videóban elmondtam. Kapusnak örülnék a legjobban, nincsen még legendás kapusunk. Kíváncsi egyetlen, hogy olyan játékos kapunk-e, akivel megvan, vagy most valami újat dob be. Na nyomjunk rá, és nézzük meg. Szar deko. Talán szart nem ér egyébként. De fasba ez meg, jesszus. Ugye ezek nem eladható cuccok, úgyhogy megy minden a klubba. Hát ez a deko is egy kalapszar egyébként. Ezt meg elquickselleljük. Na srácok, ennyi lett volna ez a kis rövid videó. Ezzel a Singli Kupa döntővel, meg ezzel a Loan Legenda Pack Opening-gel. Ha tetszett, dobd rá egy lájkot, iratkozz a csatornánkra, Csipi voltam, szevasztok!